400 induló közül lett a legszebb az a brit hosszú szőrű macska, aki 3 díjat is bezsebelt a nemzetközi macska kiállításon. Társa a brit rövid szőrű macska pedig kategória győztesként zárta a hétvégi versenyt. Vendégünk a két nyertes és tenyésztői Kónya Zagykó Melinda és Kónya Krisztián. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Reggelt. Na mutassátok be nekünk a macskákat, ezeket a díjnyertes gyönyörűségeket. Hát ő lenne az a cicus, aki megnyerte a kiállítás legeslegszebb cicája címet, Vendi, aki egy nagyon fiatal nőstény cicus, tehát ezért is csodálatos eredmény, amit ő elért a hétvégén, hiszen március 13-án volt még csak 1 éves, hogy ez egy kitűnő eredmény tőle. Mert hogy sokkal későbbi időkorban tudnak beérni úgy a macskák, hogy egy ilyen díjat elhozzanak? Igen, olyan 2-3 éves korára érik el a cicusok úgy körülbelül a végleges kifejlettséget, úgyhogy ők még nagyon-nagyon növendéknek számítanak. Hát ő meg különösen fiatal, mert ő még csak 6 hónapos. Ő is milyen gyönyörű. 6 hónapos, és akkor ő is díjnyertes cica? Igen, ő a kategóriáját nyerte, tehát hogy ő ugye külön kategóriákat indítanak egy-egy csoportban, van 3-6 hónapos cicák versenyeznek együtt, 6-10 hónapos cicák ivartalanított, felnőtt nőstény, illetve felnőtt hímek versenyeznek, és ő lett a 6-10 hónapos cicák között, brit rövid szőrű cicák között a legszebb. És utána... Bírja, hogyha valaki más megfogja őt? Nem. Hát, hogyha te fogod meg, akkor... Akkor mi? Szia, jaj. Jaj, ne nyávogjál, kincsem, nem bántalak. Atya úristen, mennyit kell ápolni az ő szőrét, hogy ennyire finom és sejmes és fantasztikus? Annyira rövid szőrű, nem nagyon igényli ezt, tehát ők nekik alapul ez, ahogy érzed, olyan tömött, olyan, mintha egy plüss cicát fognál, igen, ugye? Tehát ő nekik alapul ez, egy gyönyörű, tömött bundája van. Sajnos most tavasz van, ez a vedlési időszak. Ilyenkor igen, egy érzem, kicsi, látom. Igen, ilyenkor azért a rendszeres egy lehengerelés, jó? Igen. Figyeljetek csak, a Kincsem című filmben van egy cica. És ott a filmnek van egy nagyon fontos része, amikor is a macska megszelídíti a lovat, és neki köszönhetően kezd el futni, hogy a macskák valóban képesek erre, hogy mondjuk embert, állatot egy picit jobbá tegyenek, megszelídítsenek? Szerintem igen. Nagyon sokan, nem tudom, nem mindenki vélekedik, azt mondom, jó véleménnyel a cicákkal. Nagyon sokan nem szeretik, de én azt mondom azért, mert nem ismerik őket. Annyira tudnak ragaszkodni az emberhez, hogy azt el sem hiszitek, képesek arra a lakásba, egyfolytában követnek mindenhova benneteket, este úgy alszanak, hogy a hátadon fekszik, és oda bújik. És tényleg annyi szeretetet tudnak adni, hogy azt nem lehet elmondani, tehát nem is lehet elképzelni, szerintem aki nem tartott még cicát, az nem tudja, hogy ez milyen. Hogyan kell felkészülni egy ilyen versenyre? Egyáltalán kell valahogyan, akár nektek, akár a cicákat, tehát hogy mondjuk diétáztatni, vagy speciális étrenddel, vagy kozmetikussal, vagy bármi mással? Nem, hát speciális étrenddel természetesen. Szerintem vissza akar menni hozzád, ez a gyerek. Szerintem speciális étrenddel nem készül. Én gyereknek hívom az én kutyámat. Azért. Például nagyon jól el vannak kutyákkal is. Nagyon szeretek a kutyákat is, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon jó fajta. És igen. Visszatérve egyébként még az előző kérdésedre, én például alapból kutyás vagyok. Tehát én speciál nem szeretem a cicákat, bár ez most... Figyelj, olyan, mintha finoman elkezdene hullani a hó, most itt a stúdióban olyan, nagyon-nagyon hullik a szöveg. Mi kérünk elnézést. Nem baj, semmi baj, hát én nem számítottam erre. Valószínűleg egyébként a stressz, tehát hogy szerintem fényérzékenyek, tehát hogy ilyen stúdióban ők még sosem ültek, és hát újdonság ez nekik. Tehát egy kiállításon más típusú stressz éri a cicákat. Itt nyilván ez egy megint másik környezet, hogy meg vannak szeppenve. Igen. Tehát én kutyás vagyok, el nem tudtam volna soha életembe képzelni azt, hogy egyszer cicám lesz. Egy másik fajta cicája volt gimnazista koromban egy barátunknak, és ez mindig jött, oda csapott egyet, én meg nagyon féltem a macskáktól. Aztán ugye találkoztam a szőke hölgyel itt mellettem, és aztán muszáj volt, és akkor kiderült, hogy ezek egész normálisak. Tehát, hogy a brit rövid szőrű fajta az a cicáknak az arisztokratája gyakorlatilag. Az egyik legrégebben regisztrált fajta, tehát az első angliai kiállítás, ami a Crystal Palace-ban volt 1871-ben, ott gyakorlatilag brit rövidszőrű és perzsa cicák versenyeztek egymás előtt, és egy brit rövidszőrű cica nyert akkor. Tehát, hogy talán a legrégebben regisztrált cicák ők, és a legnyugodtabb természetű. Köszönjük szépen, hogy behoztátok és megmutattátok őket. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük.